Jó reggelt, Vietnám! Üdv a csatornán, képer jelentkezik a következő videóval. Gyerekek, most már hajnalodik, 4 óra 36, már talán nem futnak a zombik. És meg fogjuk nézni, hogy mi történt, ugye az előző éjszaka lehet, hogy betörték az... Nem törték be, bazze! Akkor mi a szar volt ez a hang az előző éjszaka? Mondja már meg valaki. Volt itt izé valami rohadt kerepelés hang. Mit, hogyha betörtek volna valamit, és nem hiszem el, gyerekek, akkor mi a szar történhetett. Na várjatok, álljál meg, visszamegyek, mert kraftolási metódust kell kitalálni. Egyébként közben beszélni fogok dolgokról, miközben építjük a bázisunkat, ugye? Hogy készüljetek a legrosszabbra! Jó van, de nem hülyéskedem el a dolgot. Ami nekem kellene, várjál. Spike, put spike, aha. Csapd a dolog érdekelne, de ez várjál, csak ez van? Úgy spike trap, 20 kell hozzá, aha, csak ez van? Volt a régebben az a nagy, az mi volt annak a neve? Várjátok, azért. Mit lehet csinálni? Volt régebben egy ilyen nagyobb tüske, most már az nincsen? A nagyobb tüske, vagy mi van? Hadd nézzek körül, jó gyorsan végig futunk rajta, de hát ez biztos nem itt van. Tudjátok, hogy melyikre gondolok, ez a nagy tüskére. Nagy tüske. Ez mi? Basic. Ja. Building. Nem tudom, hol lehet az a tüske. Ez nem tudom, lehet, hogy nem Spike volt. Wood. Beütjük a Woodot, ezt meglátjuk. Lehet, hogy kivették. Hát igazából nagyon nem számít, nekünk jó lesz az a kis Spike is. Bár az jobb lett volna a másik. Ja, meg a izét akartam megnézni, hogy vajátok, igazából így is meg tudnám nézni, hogy receptekből mit lehet ebből csinálni, fából. Ezt a wood spike, ez van. És a másikat nem látom. Lehet, hogy vaka keeper. Szépen óvatosan végignézzük. Hát nem látom. Na, viszont meg akartam nézni a kőből mit tudok csinálni, mert rengeteg kövem van, ugye. Ami nálam is van. Úgyhogy az gyorsan megsasoljuk. Bocs, gyerekek, egy kicsit itt éppen vagyok itt egy showzba. Aha, van ilyen stone. Aszfalthoz izékel, igazából sok mindent nem tudok csinálni. Ugye? Ennyit tudok. Ebből csináljunk már egyet, megnézem mi lesz. Ez akkor ilyen lerakható blokkszerűség akar lenni, és hogy néz ki? Várjatok. Aha. De várj, ez... Aha. Ez csak ilyen zúzott kő. Ebből nem is lesz blokk. Oh shit. Ez nem is blokk. Ez nem is blog, várj, és ebből mit lehet csinálni? Semmit? Aha. Semmit nem lehet csinálni. Hú, gyerekek. Lehet, hogy most már úgy van, hogy a ízét tudom felnövelni. Hát akkor megcsináljuk ebből a fából. Wood frame-ből, lehet, hogy a wood frame fog egyre növekedni? Hát nem tudom, gyerekek, úgy, de gyorsan valamit kezdjük magunkkal, mert itt nem lesz belőlünk semmi. Meddig fogok elásni? Ugye mindenképpen ezen a vonalon fogok menni, és akkor oda rakunk egy wood frame-et, és akkor megjelöljük a közepét a dolgoknak. Hát lehet, hogy most már úgy van, hát tényleg nem tudom, bocs gyerekek, hogy a wood frame-et tudom egyre inkább majd fel pimpelni, akár ugye kővel is. Jó, hát ez kb. Így. Nem még egy kicsit odébb? Tudom, egyébként googolok, várjál. Mondjuk akkor itt lenne a közepe. Mondjuk eddig kellene elásnom, és akkor itt lenne az épületem középpontja. Oké? Oké? Jó, a gyerekek, várjatok, ezt hogy tudom felpimpelni? És innen már kell valami kell hozzá. Valami tört kő. Várjál, azt nem úgy tudom csinálni, hogy... nem kemencébe volt? Nézzem már meg, gyerekek. Nem, azt valahol láttam, hogy hogy lehetett, de hogy lehetett. Most itt. Várjátok, alapanyagoknál megnézzük. Pillanat, gyerekek, mert ez tényleg most muszáj megnézni. Ah, ez kellene. Clay soil. Ó, ez kellene hozzá. Várjatok, ilyen nem volt, nem? Aha, agyag kell hozzá. Aha. És akkor abból tudok... Kraftolni. Jó, ezt figyeljetek, ki kell tapasztalnom. Bocs is rácok, de ez így megy. Ki kell keepernek tapasztalnia. Egy per egyes arányba megy, úgyhogy ilyen clayt ezt kell gyűjtenem.
Jó, ezt csinálja. Közben megcsinálom akkor, vagy kitaláljuk, hogy hogy legyen. Hát ide akarok mindenképpen erre a részre egy pajzsot. Na, közben meg akkor még annyit elmondanék, meg közben gyűjtünk alapanyagokat, hogy ugye tudom, hogy lehetne különböző megír játéktechnikai trükköket, vagyis bugokat kihasználva olyan bázis csinálni nagyon egyszerűen, ami úgymond full védhető, mert ugye folyamatosan dobja fel nekem most a 7 Days to Die videókat a játék, és ott van például, hogy ugye az Alpha 18-ba, hogyha használod azt a Shrieg frame-et, amelyik így Shriegen megy fel, arra nem tudnak felmenni a zombik, és ráadásul még hülyék is, és próbálkoznak vele, szóval egy ilyen epic védhető bázis csinálhatsz már az elejére a játéknak. Na, ilyeneket nem akarok kihasználni, de ne az legyen, hogy ilyen trükköket alkalmazva előnyt szerzek, hanem inkább akkor legyen valósághű, mert valószínűleg nem úgy működne, hogy ilyen bugokat kihasználva tudnák mi működni a játékba. Ja, a skillpontokat jobban gondoljam meg majd, azt írtátok. Hát jó, gyerekek, meg lesz gondolva, közben megnézem, ezt felpimpelem, mi lesz belőle. Ja, hogy akkor már tégla lesz? És akkor utána már cement kell hozzá. Jó, akkor igazából téglát tudok csinálni. Ez hágyizés? 1500. Jó, oké. Okay. Jó, vagy gyerekek. Akkor mindenképpen kellene nekem woodframe, és nem, tényleg nem fogok ilyen trükköket alkalmazni, srácok, bocsász, hát woodframe szerintem kraftoljuk egyet, nem, egy ilyen 30-at egyelőre, 30, jó, oké, azt akkor majd ezzel megoldjuk. Ja, fát kellene gyűjtenem sokat, meg akkor körül kellene néznem egy picit, jó, srácok, kicsit nézelődünk, izé is kellene nekem. Fa kellene nekem, meg madárfészke, gyerekek. Hogyha ész megláttok, báze szóljatok, mert mindig azt csinálom, hogy ott hagyom a francba, hogyis ezen a területen elég nehéz észrevenni. Kicsit körülnézünk itt errefele még nagyon nem nézelődtem. Tényleg nagyon sok hasznos tippet írtok, úgyhogy ez tényleg szuper, nagyon jó vagytok, köszi. Mert különben nem nagyon tudnék fejlődni. Ezeket is kiütöm, nem tudom mennyire érdemes, de azért kell. Tényleg fa rengeteg kell, úgyhogy ez muszáj. Nagyon jól néznek ki ezek a kis izék, ezek a kis helyek. Ezt kiütjük, ezt a fát 600-ba. Csak ugye nem annyi jön ki belőle nekem valószínűleg. Ja, meg írtátok. Ó, egy hátizsák. Ó. Gatya. Fölveszem rövid gatya, szerintem az védizé ellen, ugye? Ja nem, ez egy ilyen páncél volt, more. Ez jó. Nem. Cold resist. Ez semmit nem csinál. Akkor inkább ezt használom. Mit is írtatok? Ja, itt a madárfészke. Ja, csinálják egy csomó ilyen spare-t. Mert igazából kicsi a költsége. És be tudom dobálni a csávóba, utána ki tudom húzni és tudok bele szúrni is. Úgyhogy ezt meg lehet, hogy ezt megcsinálom. Woodframe az most nem kell ide. Ez jó. Csak az a baj ugye, hogy tele leszek kacatokkal. Jó, ennyi spear elég is lesz nekem. Ezt akkor fagyűjtés lesz elsősorban, meg tolgyűjtés, oké? Okay? Rúgószeg, fogalmam sincs, gyerekek. Hadd ne vigyem el. Hadd ne vigyem el. Nem akarom elvinni. Tényleg... Nem akarom elvinni, menjünk rá olyan dolgokra, amikkel tényleg fa kell, basszus, fa kell, rengeteg fa kell. Mert ugye rengeteg csapdát is akarok készíteni. Ja! Ugye tényleg vannak ilyen játéktechnikai hiányosságok, amiket ki lehetne használni. És általában a játékosok 90%-a, ha csak nem reálisan akar játszani, ki is használja. Úgyhogy tényleg két nap alatt lehetne olyan bázist csinálni, hogy bevéthető teljesen, szinte teljesen. Ezt nem akarom, srácok. Úgyhogy ezt le is írjátok, mert tudom, hogy van, működik ez. De hadd ne. Ott az mi? Épület? Körül nézhetek ám egy kicsit. Úgyhogy... Leginkább megcélozzuk a legközelebbi fát mindig, srácok. Melegen van, azt érzi a karakter, mi? Megcélozzunk egy fát. Ja, itt volt a izé. Itt volt a falu. A falu. Jó, van gangster meg GTA-dik, gyerekek.
Oké. Akkor igazából az íre nem is lenne szükségem egyelőre. Az a spear ez jó. Esetleg ha sokan jönnek, azért jó, hogyha van egy olyan, amivel tudok lövöldözni többet. Oké, oké. Szerintem ma egyébként nekiállok fejleszteni a bázist. Ez micsoda? Az mi, gyerekek? Ez olyan érdekes dolog. Ja, nekiállok fejleszteni a bázist. Ja, mondtátok, hogy mindenképpen... Norvég írta talán, hogy a nomád életmódra kéne berendezkednem. Igazából azért nem gondoltam, hogy nomád életmódot folytatok teljes mértékben, mert itt igazából hiába indulok neki a halál szálnak. Ha egyszer itt van egy ekkora bázis, vagy hely, ahol, amit igazából le tudnék lootolni, érted? Akkor minek? Nem megyek arra, mi ez? Ez olyan, mint egy bolt, de nem hiszem, hogy bolt lenne. Ez valami erőszerű. Jaj ne, ilyen kutya ugat. Ponyit. Tűcérna, mire jó az-e? Fogalmam sincs. És ide be tudok jutni, Bore? Van ajtaja? Ez nem bolt, ugye? Valaki, milyen bázis ez, hallod? De nagyon tetszik. Várjatok, itt szerintem ide az fönforgás. Pénzt az vigyük. Hát itt biztos, hogy meg fognak minket durrantani. Be van szegezve. Baszod az anyád. Ezt nem vágom, gyerekek, egyébként, sose vágtam. Hogy a francba tud ez elizélni addig? Hogy tud ez elütni addig? Ez őrület. Ó, oh, ezt ja, túlélted? Egy spirit, azt nem általán megtartanom. Jó, ez összeesett. És akkor ilyenkor ki tudom szedni az összeset belőle? Nagyon jó. Ez tetszik. Fejre? Hát ez fejre kemény lesz. Nem, ja, lefele esik egy picit. Aha. És akkor ilyenkor jó lenne ráhúznom egyet. Úgy, leszakítottam a lábát és gyerekek. Jó, kicsit... Megmondom őszintén, én ebben a játékban még mindig parázok. Még mindig parázok. Ja, valami... Ja, igen, igen, menjek fel a tetőre, mondtátok. Mert valószínűleg fönt van loot a izébe. Tudjátok, mire gondolok a... A... Benzinkúton. Ez valószínű, hogy megnézzük. Hát itt szeretnék körülni. Mindenhol van valami fő loot, újabban az van, azt mondjátok. Úgyhogy ebbe benne leszek, hogy kilutoljuk. Parázok, gyerekek, parázok, bocs! Hore, már megint hörög valami. Úgy nem, nincs kedve meghalni. Faszom. Aha, jó van, ott lenn. Ha itt le lehet menni, more. Jaj, gyerekek. Jaj, itt megnyitva volt az ajtó, de jó. Ja, de barikádozva volt, jó. Rohadt életbe. Ja, fasz! Kurványád! Belevágtam itt a szart. Spirit, te megjelztem! Szrott életbe, bocs, hogy csúnya beszélni, gyerekek! De nem akartam, csak megijedtem írtózatosan. Nem merek, nem állszni, more! Hon van a gyerek? Valaki itt üt valamit. A rohadt élet. Ott te a! Csávót megöljük. A kalapács a fejbe verem, szerintem. Gyerekek, meg kell tanulnom, hogy iszonyatosan messze elütsz a kalapácsot, de... És őszintén, ilyen messze mikor ütsz el a kalapáccsal? Milyen hosszú ugye levededek? 5 méteres? Hogy fejbe vártam, jó volt.
Olyan, ez nagyon durva egyébként, hogy milyen messze elütsz. Ilyen messze hallod. 750 XP egy ilyen nagy debila alatt. Jajajajajajaj. Aztán javítókészlettel lehet javítani, ugye? Érdemes talán gondolom a jobb dolgokat megjavítani. Itt be kéne segítenem törni neki ezt a valamit. Ó, meg tudom ütni ízen keresztül, falon keresztül, azért az whatever. Nagyon parázok, rohadt élet! Olyat rád verek, megszavarodsz. Megint tudok elküldeni skillpontot, de sokat. Valaki üt valamit, és marhára idegesít, megmondom őszintén, srácok. Be fogunk szopni. Faszt örögnek ezek állandóan. Sanyi. Jó, gyerek. De hol topzódik a csak? Ott jön-e? Be akarja verni a vizét. Jó, először ezzel elvárjuk. Mondom, ezekkel elvárjuk. Nem hiszed el, hallod? Meg mivel elegem is van, rohadt élet, meg túl vagyunk terhelve. De lehet vissza kéne jönnünk gyerekek, mert ez így nem fasza. Tökön verlek, gyerek! Ja, meghalt, jó van. Hányan csajba beleállítom a dárdámat. Kicsit megkönnyítjük a dolgunkat. Azaz. Hörög, mint az atom. Várjál, kicsit tegyük rendbe a dolgokat, gyerekek. Ez mi a szar? Nagyon para. És akkor próbáld meg kilutolni. Hűha. Ez fejre ment, tesó. Valami ott van a szád szélén. Haver. Nem ám kibököd a szemem a spearemmel. Most ez... Mi van a spearrel? Jó, na. Jó. Baze gyerekek! Hol áll ez az egész? Esküszöm, para. És még mindig valaki bágyászkodik, üti a falat, mint a polond. Most ez... Ja, szomjas vagyok, jó van, azt hittem vérzek, tesó. Várjátok, kicsit összefedjük magunkat, mert itt baj van. Ezt le kéne vernem szerintem, mert melegít szerintem. Ne. Szomjasak vagyok, more. Jó. Kilutolom ezt a rohadt... Az a baj, ezzel elmegy az idő, gyerekek, látjátok? Ez a baj. Mondtátok, lutolják meg mászkálják, de ez elmegy az idő. Aha. Jó hely. Annyira szükségem lehet arra Jackire, hogy ez hihetetlen. Komoly, hogy kutya hangot hallok, hallod? És nem fogok tudni már elférni. Az a gyárt picsáját! Gyerekek, a nőci mellett esurantunk! Azt a rohadt életbe! Ezt még... Ez szép volt. Jaj, ez nem volt szép. Azért elfutottam a hóna alatt, mi? Gyerekek! Lábon lőttem. A nyálon lábon lőtt lány. Egy, az a gyárul istenit, hát tökör észre itt van. És a másik spírem az evett borérve bele bugolt a földbe.
Hát hallod, 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 nem egyszerű az élet, a kipörre, kerbe megy a kedve az élettől. Mi volt ez? Nem, kifagytuk, bare. Valami, akkora dolog volt ebben a szarban, hogy lehet kifagyott, vagy mi van? Ne csináld, kicsit. Gyerekek! Nem, jó van. Beszartatok, mi? Ja, írtad. Ha itt a speed-up, jó. Minden szart összeszed a keeper, mi? Aztán utána meg nem tud válszorogni, és 13 túl vagyok terhelve ide szart. Itt ezt meg akarom nézni, ezt a ládát, gyerekek. Ezt hazamegyünk. Benzin, meg frame. Jó, menjünk haza a picsába, jó van? Ezt mindig szeretem ezt a izét, mert tudok belőle kötszer csinálni. Jó, megyünk haza. Hát a főút az a rossz sem tudja, mit számított itt. Főútnak gyerekek, de szerintem úgy nagyjából végigjártam az összeset. De megyek haza, mert tényleg paraziták vannak itt. Spíreket leszerem, leszórom ide. Meg igazából akkor az íj helyett is a spírt le kéne domnom. Ezt jól megoldottam. Fordíts meg ma, hogy az az nyert pics. Egy. Szerintem kell leszek. Jó, hazamegyek, srácok. Most kipakolunk, meg építkezünk, jó? Meg kell csinálnunk mindenképp a bázist. Ja, trükkös bázist nem csinálunk, hagyományos bázisokat meg gondolkozunk igazából. Ott mi az a távolba? Jaj, ezt eldobja. De hogy beleáll a földbe, tök jó. Gangster meg nem tudja, mit kezdje magával. Jobb oldalt fönt kibelépkötök egy ideából. Na, ízét akartam mondani. Ja, először, amit ezt a bázist megcsinálom, ugye, most amivel foglalatoskodunk, az lesz az első projekt, de nem a végleges. Arra gondoltam, hogy ha már megcsináltuk, utána majd még egy... de nem ezzel kellett volna rávárni egyet. Akkor utána majd csinálunk még egy bázist. Egy kifinomultabbat, csak egyelőre az a lényeg, hogy legyen egy olyan helyünk, ahol így folyamatosan túl tudok élni. Vágjátok, tesók. Egy olyan hely, ahol be tudok rendezkedni, és építhetek egy bázist, amelyik tetszik nekem nagyon, de ahol vagyok, oda vissza tudjak járkálni mindig. Ott egy táska! Kettő táska, gyerekek, beszarsz! Mik ezek? Hó, hát ez ilyen sörétes izé, meg helmet, meg ilyenek. Full... Fér még? Találtam sisakot, gyerekek, ezeket vagy fövesszük, csak szerintem barom melegem lehet itt. Nem tudom, mivel lehetne csökkenteni az izét, a hőérzetemet itt ebben a rohadt tízés hivatalban. 15-t túl vagyunk terhelve, akkor nagyon nem akar mozogni a karakterem, ahogy észrevettem. Annyi baj legyen. Ja, meg izét kell, ugye gyerekek? Kell szereznem izét. Clayt. Hogyha akarok téglát építeni, téglát akarok húzni. Tök jó, hogy lehet téglát. Nagyon jó. Most már teljesen más, hogy van az egész szüze rendszer. Tök jó. Az a nagy házat is jó lenne kilutolni. Figyeljetek, hogy ízének a tetejére fölvegyünk még. Mondjuk a benzinkútra gyorsan elfutok, vagy nem lesz nagy kúzt. Egyelőre akkor megyünk a izé, megyünk haza. Mondjuk ha út beesik, akkor bére. Hát mondjuk így van szorogni gyerekek, nem biztos, hogy jó megoldás. Ez a rész egyébként hosszabb lesz természetesen, mert ugye előző részet Fábián Zsolt is megjegyezte, hogy nem már 20 percesek legyenek, hát mit csinálsz, kipör, hülye vagy. Ja, akinek nem világos az a, amit elmagyaráztam ugye, hogy lehet olyan bázist csinálni, ami ilyen full védett, nagyon egyszerűen. Az annyi, hogy ugye nem a 45 fokos blokkból, vagy frameből építkezel, hanem van egy még annál egy kicsit meredekebb. Nem is tudom, mennyi lehet talán. Most sem tudja mennyi, az a lényeg, hogy ilyen nagyon meredek. És akkor abból építkezel, akkor a zombi arra teki vegy, nem üti, hanem megpróbál fölvedni rá, és mindig visszacsúszik, és megy neki, és visszacsúszik, és megy neki, és visszacsúszik. Úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás. Meg láttam még egy nagyon jó megoldást, ami bár extrém egyszerűvé tette az egész játékot. Nem tudom, milyeneket nem akarok alkalmazni. Joe-nak is elmondtam, ő mondta, hogy próbál segíteni, meg mit tudom én, mondtam neki, Joe, olyanokat ne mondjál, ami így megkönnyíti az életemet. Én hadd szopjak gyerekek, hadd szopjak, hadd jöjjek rá magamtól, hadd szenvedjek.
Nem kell mindig nem kell mindig könnyű megoldásokat választgatni. Ja. Harmadik nap, nappalja van, úgyhogy szerintem belefér a bázisunk felépítése, amire én így nagyjából akarom. Hát remélem túléljük, ha az elsőt túléljük, utána akkor esetleg még mehetünk tovább egy másik komolyabb bázis fele. De nagyon fáradt a karakterem, gyerekek, úgyhogy... Viszont ez a spirek, ezek jók, csak jó lenne egy slotra rakni egy csomót, nem igaz? Ezt a fát majd ugye kidurrantom. Hát ide csinálunk egy... gyakorlatilag egy platformot. Ami... Nekünk jó lesz. Várjatok egy térképet, ha nézzek. Nem mutatja már, hogy hol a clay. Majd annyira nincs clay a közelbe. Ha, srácok? Itt abszolút nincs clay. Ezt megírhatnátok, vagy... Azt, hogy fordom vegyeszek én clay-t. De, ütötte csávó, szét leverte róla izét. Ütötte csávó, gyerekek. Na, mi a szar van itt? Nézzük. Mi nem kell? Boxer nem kell, iron nem kell, törött üveg nem kell. Jó, ezek gloves meg ilyeneket, majd mindjárt azt megnézzük. Hát kiszórok mindent, ami nem kell. Ez a sörét se kell. Fú, gyerekek. Clot fragment. Csináljunk bele bandage-t. Oké. Okay. Egyelőre, ami nem kell, spear az jó jön. Hát ezt meg is kéne ennem. Mennyi a... Jó, ott van 71. Ezt majd iszunk rá egy jót. Ez mit ad? Ez valami meggyógyul tőle, jó, akkor ezt elrakjuk. Ez meg igazából lof se való, vagy nem tudom. Majd kiderül. Ezzel mit lehet? Ezzel tudok izét varni. Gyakorlatilag ez lehet, hogy kell, mint izé különböző dolgokhoz, ilyen szerszámként. Jó, itt ezt mondjuk rendbe rakhatnánk. Jó, hát a maradék az maradhat, szerintem. Ezt érdemes nálam tartani? Nem. Felesleges, ugye? Jó. Oké, gyerekek, akkor itt most már jó vagyunk. El kéne mennünk a izéhez. Fölútot megnézni, mert annyira írtátok a benzinkúton, meg addig is fát gyűjtünk, jó? De melegem van, de mi a szartól van melegem? Ott a kalap rajta, most mi ezt is levegyem, vagy mi? Szerintem az barhára nem izét. Van ilyen módosítója? Stamina... Igazából... Ezt nem... Hát jó, van melegem van, bassza meg. A rövid gatya nem tudom, hogy nem adott hozzá, vagy csökkentett volna rajt, meg kell volna nézni, jó van. Nem baj, elmegyünk gyerekek. Azért, amikor nincs túlterhelve, kicsit jobban fut a csávó. Na, létre. Itt meg lehet, hogy visszaszpódoltak ám a zombik. Kétszer sem mondom, hogy nem. Jó, árnyékban egyébként tök durva, hogy árnyékban nem lesz melege. Ez tetszik. Ja, csavarkulcsot írtátok, szerezzek, az nekem jó lenne. Szerzek majd gyerekek, ha lesz. Hol volt a létre? Mit mondtatok? Ja, itt te. Hogy itt van a főút. Akkor a főút az mindig egy ilyen izébe van? Egy... hogy rohagy meg. Azt akartam, hogy a főút pedig egy ilyen dobozba van. Itt a tetőn egy kicsit melegünk van, gyerekek. Azaz. Jó, megtörtént az esemény. Spireket összekapjuk. Ja, melegem van itt a tető, úgyhogy siessük. Hoppa! Hoppa, mi a rák? Iron Spear, kés, gyerekek, ez mi? Jaj, izé! Valamit megtanultam, jaj, de jó! És, ó, de jó! Van itt minden, mint a bucsúba, gyerekek. Meg még mi ez, gyógyszerkészlet? Az mi? Sör.
És akkor meg van itt egy larák is. Jaj! Gyere, kipörj olyát! Kipörj olyát! Kösz a tippet egyébként. Sör. És szendvics. Old szendvics. Hát ez lehet, hogy nem kéne megenni. Igen, ez vegyeres rösserbe. Lehet, hogy jó lett volna valamire. Mi? Jó vagy, gyerekek. Hát itt igazából gondolom csavarkulcsa mindenfélét még lehet majd gyűjteni. Hát most annál neki. Azt nézem, nem tudok leugrani, de lehet, hogy nem kéne. Na, húzzunk a pecsába. Húzzunk a pecsába, gyerekek. Jó, a király, gyerekek, kösz. Köztesok, nagyon jó voltatok. Viszont lehet, hogy majd tudok csinálni vágy élveszőt. Építkezek egy kicsit, jó? Építkezek! Kivű! De várjatok, melegem van meg minden. Építkezek egy kicsit. Ruci, ruci, ruci! Van egy csomó rucink. Vagy ezt ki kell válogatni, hogy melyik jó, azt fölveszem, azt akkor nem küldnek annyira agyon. Mindig ezek a íző madárfészkek itt idegesítenek. Jó, egy csomó rucink lett. Alig, bemegyünk a ligba. Ott nem lesz olyan melegünk, meg kipakolok. Tudom, hogy egyébként már van egy csomó mindenem, de most egyelőre hadd ne tököljek bele. Ó, van magom. Ezt majd viszont elültetem. Jó, hunting, ezt is elrakom. Iron Spear. Egyes, de gondolom ez nem rossz. Vaj, Mill Damage. Aha. Stamina cost. Hát, ezt gyerekek, ez viszont magamban lesz szórakozva. Na. Ja, ezeket én kiszórom most. Bocsánatot kivárok. Ezt is kiszórom, mert ugye van egy fémem. Ezt is kiszórom. Tényleg, annyira ne legyünk tele minden szemeitte meg, akkor gyártsuk már nyílveszőt, ha már egyszer van egy rohadt íjunk. Ezt ide rakom. Gyártsuk már élvesztőt. Nyílveszőt. A 23, azt az nem rossz. Nem tudom, mennyit sebez vajon. Ha várjunk, a spearünk az sebez. 39-et. A nyílvesző az meg, ja, ilyenkor be van tárazva. Ja, itt van, itt készül, hülye vagyok. 25-öt. Jó, hát fele annyit, de legalább ugye be tudsz tárazni belőle egy csomót. Jó, oké. Okay. Elültetem a makkomat. Hát, ha valaki örül a makkomnak, ha elültetem, lol. Ja, itt vannak a fáim, hát már nőnek, gyerekek. Mondom, kivágom ezeket a fákat, mit keresnek itt, azt rájöttem, hogy ezek az én fáim. Akkor nyomjuk még bele. Mondjuk lehet, hogy nem ide kellene ültetni, mert akkor meg jönnek a zombik, nem látok belőlük semmit, ugye? Nem baj, hogy legközelebb kijelölünk egy rendes erdőt. És akkor oda fogjuk ültetni. Most egyelőre jó lesz ez. Ja, nőnek szépen. Ez nem volt hülyeség. A keeper részéről. Menjünk, mennyire menjünk el? Hagyjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Tényleg egyszer nem tudja, mivel játszott. Kettő, négy, öt, hat, ugye? Hatot beszéltünk. Hat, hat, hat. Az is hat lett? Kettő. De ez bár, egy, kettő, három, négy, öt. Na, hülye vagy kipör. Ez öt. Kettő, négy, hat. Akkor már szimmetrikus. Kipör Mária, tudod, szimmetrikus legyen minden. Itt az állat. Jó. Ez mennyi? Kettő, négy, hat. Jó, oké. Kettő, négy, hat, kettő, négy, hat. Akkor legyen 7, mert úgy látom a 7 az szépen elfér. És akkor egy ilyen 15x15-ös plac lesz. 2, 4, 6, 7. Jó. Ezen a placon fogunk mi jól érezni magunkat. Vagyis nem ezen a placon, hanem ez a plac alatt. Ez lesz egy ilyen, hogy mondjam, ez lesz egy ilyen pajzs. Gyakorlatilag a föld alatti bunkernak. Egy föld fölötti pajzs. Pajzsa! Viszont kell még egy csomó izé, mood frame. Mennyit tudunk? Szerintem kellene egy 50 biztos. Nagyon jó. Ezt legalább jó gyorsan gyártja, de igaz? És igen, igen, biztos tényleg írjátok egy csomó, hogy hát miért nem használod ki azt a trükköt, hát miért nem használod ki ezt a trükköt.
Szenvedjük, gyerekek, szenvedjük. Legyen hagyományos. Nem úgy hagyományos, mármint lehet, található ki mindent, epic tornyokat vagy bármi csodát. De ne az legyen, hogy kihasználunk játéktechnikai hibákat. És rengeteg fa kellene még, mert ezt szeretném ugye becsapdázni. Meglátjuk mi lesz, lehet, hogy meghalunk az első, vagyis a hetedik napod. Meg kiderül, srácok, kiderül. Na hát ez kb. A negyedét tette ki, akkor még egy 80 darab szerintem. Biztos. Ja, elbántad a több, de jó van, azért csinálok most kapásból 80-at. És ugye ez, ahogy mondtam, ez az ideiglenes bázis lesz valószínűleg. Na, amondó vagyok, hogy lehet, hogy csinálunk egy olyat, hogy feltérképezzük a telepet, hogyha közelben nincs nagyváros, akkor annak a kisvárosnak a közepén lesz a bázisom. Legyen az basszus, hogy valami extrémbe szemét mocskos, nagyon kemény helyen legyen a bázis. Legyen az, hogy szívjunk, gyerekek. Hogy legyen egy olyan helyen, ahol marhára nem érezheted magad biztonságban egy pillanatra se. Vágjátok. Tudom, mozoista állat vagyok, de bírom, hogyha szemben a keeper. Egyébként most elég kevés a zombi. Ja, hát nem állítottam rajta semmit, te ijedjetek meg. Akármikor megmutatom, vagy nem tudom, ezt egyáltalán lehet-e látni innen bentről, de nem állítok zombik erősségét, meg semmin. Minden full default van. Minden full default van. Szépen nőnek a fácskáim, jó van. Jó van, akkor nem kell elmenni legalább bizonyni. Szórakozni, fát vadászni. Jó, ez alatt meg bőven el tudok, esetleg egy többszintes. Hú, a izét azt láttátok Resident Evil-t, amikor a többszintes izé volt, labor meg minden. Na hát ez alá be kellene. Gangster megint GTA-zik. Gangster szeret kibelépkedni a GTA-ból. Lol, Gangster betrolkodik a live-ba. Vagyis a live-ba, a videóba. Hát ez meg kevés lesz, úgyhogy akkor még szerintem még egy 30, hát egy 20. Még 30, mert még másra is fogjuk használni. Ja, igazából egy izét, egy olyan laborszerű dolgot lehetne csinálni. Appá, tesztem. Ami. Viszont ez nagyon sok clay kell, azt nézem, gyerekek. Úgyhogy clay-t kellene vadászni. Azt megírhatnátok a következő rész elején, hogy clay-t azt honnan tudok. Meg Joe-tól is szerintem rá fogok kérdezni, ha nem írjátok, de azért írjátok, meg ötleteket adjatok. Ja, jó. Ja, egy ilyen többszintes laboratórium alul. Ez ennyi, mi van? Ennyi volt? Azt hittem, hogy ez több lesz. Gyerekek, fogy rendesen azért a fám. Ja, és itt lesz a közepe, és akkor ide ásod be, ugye? És akkor itt lesz mondjuk egy ilyen, nem nagy, egy ilyen mondjuk egy 4x4-es kis lyuk, és akkor esetleg több szint mélyen. Ha egyet el is foglalnak, akkor egyre mélyebbre tudok menekülni, és a legalsó szinten lenne a pánik szobám. No, azt úgy élnénk, nem? Tudjátok, mire gondolok, hanem, hogy ez alatt mondjuk 10 emelet mélyen lenne egy izé, lehetne egy ilyen, olyan plafon, hogy telecsapdázva, alatta egy lakótér, alatta még egy lakótér, alatta még egy lakótér, és legalján a pánik szoba, hogyha minden kötél szakad, akkor oda be tudjak vackolni. Ó, hát ez jó lesz a gyerekek! Jó lesz az, nem kell ide tükközés. Ja, olyan hülye hangon vannak ebben a játékban. Na, egyébként... nézzük még valamit. Valamit hadd nézzük, pillantás, gyerekek. Várjatok, ebből... Nagyon filózok. Aha, itt lehet előhozni, mondom, hogy milyen alakzatokat tudsz létrehozni. Erre voltam kíváncsi. Na, megmutatom, hogy melyik frame-mel szokják azt csinálni. Nem ezzel, hanem egy ilyen nagyon meredekkel, amelyik a következő meredekségi fok. Az arra sem tudja, hol van. Arra sem tudja, gyerekek.
Ennyi az összes? Jó, de én nekem mondjuk mindenképp kell ramp. Az, várj, 15-szer... 15-60 darab kell nekem ebből. És ilyenkor most ki... Aha, jó, akkor ebből kellene nekem... Ja, ugyanabból csinálj, akkor még kell. Aha, te jó, ez jó. Azért kell rampa, nem azért, hogy itt trükközzek, hanem azért, mert... Így legyen valami struktúrája az egésznek. Még 50 darab frame kell viszont. Még kell 50 darab körülbelül, minimum. 40-et tudok? Ja, elfogyott a fám, de fasza. Oké, na mindegy. Hát attól félek, remélem, hogy nem fogják szintönteni itt a zombik ezt éjszakánként. Szóval meglátjuk. Jó, srácok. És akkor kell clay. A következő részhez írjatok már tippet, srácok, hogy honnan akasszak le clay-t, jó? Hogyha nem túl nagy gond, srácok. Tényleg egy clay le... Hogy van jelölve most már clay, hogy honnan gyűjtöm a clay-t. Mert az kellene. És igazából nem is kell utána néznem, mert itt vannak az én kis segítői, akik nagyon vágják a játékot. Akik tudnak ebbe segíteni. Meg esetleg az, hogy a nagy izé, a nagy tüske, a wood spike, az hol van? Hogy az megszűnt létezni? Várjátok, ezek innen vágják ki fát. 19 óra van, úgyhogy jól elcsesztük az időt. Kivágjam ezeket a fákat igazából? Ó, itt már nagy. Kivágom a francba, jó lesz ez. Mert szomjasak vagyunk, de én nem szóltunk gyerekek. Van itt bizt bőven. Kivágom, mert úgyis lesz belőle mag, és el tudom ültetni. Viszont kijelölünk egy erdőt mindenképp, ne az legyen, hogy itt... szanaszéjjel lesztek a fák, jó? Na, fák. Ennyi volt? Három volt? Azt hiszem három volt. És kettő, ugyanúgy hármat adott, jó. Jó, most elültetem ide, jó? Aztán akkor majd tudunk innen aprítani. Az a... Úgy. Úgy, nagyon jó, és még egyet valahova dobjunk már le. Úgy, jó lesz, oké. Okay. És akkor annyit meg tudok csinálni, tudok frame-et csinálni. Itt még kell egy 15 darab mindenképp. Jó, srácok. És akkor megtartotta? Nem tartja meg, várjál. Ki kell választanom. Oké, erre jó rájöttünk. Még próbáltam mondjuk az összes billentyűt, hogy mégis hogy kell ezt csinálnom. De annyira bonyolult nem volt, és akkor újabban még kellene sarok. Ez az. És akkor ide sarokot. Ez az. És ez az. Gyerekek, szerintem a horda szétveri ezt a házat, ami itt van lol. Az lenne durva, oda föl tudnék menni egy alagút, még innen oda, és akkor oda föl tudnék menni a háznak az erkélyére, azt ott izéli, körülnézni, hogy mégis mi történik, ki lehetne sasolni. De lehet, hogy azt a keeper megcsinálja. Elég jó haladunk, gyerekek, elég jó haladunk. Tetszik, tetszik, jó, hát várjál, nézzük meg, mennyi izém van? Van 7 ilyen kutyafülém, hogy mennyit használ el. Az a baj, hogy... Ó. Szerintem 10 biztos, úgyhogy ez rengeteg fog el, bore. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy ezt a fából megcsináljuk. Ja. Igen, nem tudom. De viszont meg sok kövem van. Mondjuk az meg rengeteg van, meg rengeteg lesz. Úgyhogy a clay-t azt valahogy ki kéne okumulálni gyerekek, hogy honnan szerzők. Jó, itt lesz a pajzs. Fölmegyünk a házba, megnézzük, hogy mégis milyen ez. Hopp, van egy ilyen spíre, oda nézzetek gyerekek, ez nagyon ott van. Hopp. Ugye fölmegyek, megnézzük gyerekek, jó? Elvileg itt már nincs senki, ugye? Ja, azt mondtam, hogy ide ki tudnék jönni. Hú, majdnem leszakadtunk. Hogy merre van?
Jaj, jaj, more. Ja, ide ki tudnék jönni. Várja, kitörök. Kitörök. Nem lehet, hogy túlerős. Gangster megint a GTA 5-tel játszik. Ide, na, ide ki tudnék jönni, lol. Várja, ott volt egy létra. Nem, az nem létra. És akkor innen tudnám szedni őket. Na mekkora poén lenne, halljátok? Itt lenne egy ilyen erkély, azt ide ki tudok jönni, azt meg tudom nézni, mi az itt. De jó, nem? Ez egy pajzs lesz. Egy felső pajzs a bunkernak, ami alatta fog helyezkedni, és lefele. Jaj, nagyon tetszik. Tetszik, gyerekek, jó van, oké. Oké. Ide kell egy ajtó majd. Jó, adja, együk, mert válaszol, sötétedünk, de még mondjuk nem, úgyhogy nyugi. Jó van, jó van, kacok. Szerintem tuti. Tuti buli városban, jó lesz ez. Opa. Sok fa kell, sok fa kell. Következő részben, vagy nem is, hát sok fa is kellene, meg sok lé is kellene, jó? Úgyhogy akkor írjatok izét, hát fa az kell a spike-oknak rengeteg, meg írjatok izét, clay-t akkor oddan, jó? Na hát ez jó lesz, gyerekek. Ezt az egészet becsapdázom, meg esetleg, ja, az egészet becsapdázom szépen, és akkor ugye alatta fogunk túlélni esetleg. Na, köszönöm szépen figyelmet, szerintem. Hát kellene izé, várjátok, craftolom kellene izé, fuck you-t. Az hogy van? Torch, mi kell hozzá vajon? Zsír van, cloth fragment van, fa van. Oké, akkor azt hiszem, hogy ez meg lesz. Zsír, ennyi az összes zsírem, zsírom, zsírem, zsírem, gyerekek, micsoda a keeper, micsoda dumád van. Ennyi az összes zsírem, meg cloth fragment, az is volt, ez összesen egy. Hú, de kemény, na. És ezt, hogyha leszkreppelem, akkor lesz belőle izé? Nem mindegy. Itt nem sok pakját fogok csinálni ebből szerintem, várjál? De, tudok, hányat? Egyet. Az is jó. Semminél jobb, gyerekek. Ja, azt hiszem, hogy egyébként a hangok meg a fény az zombikat így izéli. Hirigöli. Hát, nem tudom egyébként, mit kellene csinálnom itt. Gondok nem kicsik. Várjál már? Hát ide raktam egy két izét. Talán távol tartódnak, úgymond. Ja, hát éjszaka valószínű, ezt le kellett tovább csinálnom, és ugye le kell fúrnom egészen. Jó, mert a mapon látni ugye az objektumot, amit csináltam, és pont alá be tudok fúrni. Oda, ide pont alá be tudok fúrni. Ami van, hány izére? Most sem tudja hány blokkra. Hát le kell, oda be kell fúrnom. Az a lényeg, első éjszaka, még ha egyetlen egy blokk is lesz ott, ahol meg tudok állni a közepén, az is jó. Idő mellette ugye a ház, benzinkút, és itt meg a város, és szerintem a városban, vagy pedig körülnézünk, és akkor egy nagyobb városban, vagy pedig egy városban fogunk létrehozni helyet. Elfújom a lámpát egyelőre, vagyatok, akkor már kettő torcsom van, ugye. Jó van, srácok, hát ez van. Ebből fogunk építkezni. Na, köszönöm szépen figyelmet, akkor következő részben várlak benneteket, csubi csaj!